9. helyezést ért el Senánszki Flóra a Miss Intercontinental nemzetközi szépségversenyen. Üdvözöljük a stúdióban Fási Ádámot, a Magyarok Világszépe tulajdonosát és Senánszki Flórát. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Először is gratulálunk, másodszor hogy éreztétek magatokat? Flóra, hogy érezted magad a versenyen? Köszönöm szépen! Hát nagyon jól éreztem magam, hosszú volt, de minden pillanatát nagyon élveztem. Mennyi időt töltöttél kint? 2 hetet és 2 napot. Azért ilyenkor eléggé erős a program, nem? Milyen programjaitok voltak? Gondolom edzés, nem tudom, készülés, táncóra és a többi. Az első héten igazából csak szórakozással telt az idő. Elutaztunk Luxorba, Níluson hajóztunk, minden estének meg volt a témája, és ahhoz mi is beöltöztünk, és az egésznek olyan hangulata volt, viszont a második héten ott már bekeményítettek, és ott keveset is aludtunk, forgatások, fotózások, koreográfia, tánc, ott már minden volt. Ádám, te végig kint voltál? Nem végig, pont akkor kapcsolódtam be, amikor a Flórának bekeményedett a feladat sora, és lehet szorgalmas készül. Hát ő amúgy is üzletem, vagyis sportember, és hát ő reggel azzal kell, hogy fut, szalad, edz, és stb. Szóval maga szerintem a fizikális felkészülésben nem volt gond. Hát, de azért 66 ország vett ezen részt, és hát gigantikus sót hoztak létre, és nagyon, én nagyon örültem. Nagyon és hát nem felejtsük azt el, hogy azért, hogyha az európai versenyzőket nézzük, akkor Flóra jelentősen előrelépett a 9. helyhez képest, ráadásul az internetes szavazáson is nagyon-nagyon jó eredményt ért el. Igen, 5. helyen végzett, és az az érdekessége, hogy Európa versenyzett Európából a legtöbb ország versenyzett, és azért, és ott keveset is kaptatok ugye bemutatkozó időt, igen. Különböző földrészek, meg kicsit többet, de voltak meglepetések, volt, amiben én nem értettem egyet, mert ilyen az ember, az például a zsűri vagy német lány lett a legsportosabb, ugye hát a Flóra a legjobb testű hölgy volt az egész, magasan kimagasva. Az a nehéz ebben a dologban, hogy elég szubjektív, mint hogy, még hogyha elvek mentén is pontozunk. De te kit gondoltál a legnagyobb vetétársadnak? Mert mint a megnyerésre, vagy... Akár a megnyerésre, akár az egész mezőnyben, hogy ki az, akire azt mondtad, hogy na, vele vigyázni kell. Én a Venezuelát nagyon erősnek tartottam, és például ő se került döntőbe. Uh-huh. Illetve, most tudom, hogy itt a kolumbiai lány, ő döntőbe került, de végül... nem ért el úgy helyezést. Őket nagyon erős. Bele volt fotó egyébként a kolumbiai vagy venezuelai lányjal? Itt az imént láthattuk. Igen, venezuelai aha. lánya volt az Ádám. Aha. Ezt a képet én csináltam egyébként. Hát utána bekerültem egy... ez a kép egyébként. Egy hölgy tengerbe. Gyönyörű lányok közé. Én az én kimagasló deltás magasságomból. 2 méteres lányok között ellavíroztam. Jó éreztem magam. Egyébként a magasság az még fontos? Hogy látjátok, hogy minél magasabb legyen valaki? Én azt magasabb. Mondom, hogy igen. Volt az ausztrál kislány, az alacsonyabb volt, mint én. Hát a színpadon magasság nagyon fontos. Az, hogy egy hölgy felmegy, hogy legminimum az a 174-175 centinél, hát akkor jobban néz ki a színpadon. Szóval de az ausztrál lány, akit mondtál, ő bekerült egyébként? Nem került be az első. Akkor ez is igazolja nem. azt, hogy... De mondom, számomra Venezuela volt meglepetés, mert szegényként sírt is utána, nagyon maga hát alatt ott volt. A backstage-ben sokan. Meg nem is jött el a partira utána. Ő nagyon maga alatt volt, ez nagyon szép lány. Indiai lány, nagyon szép. És ő se került be az első 15-be sem, szóval. Flóra, mi volt benned az eredményhirdetés után? Erre az eredményre számítottál, vagy szeretél volna jobbat esetleg? Hát nagyon örültem ennek az eredménynek. Nyilván a legjobb, hogyha megnyeri az ember, de nem voltam egyetlen csalódott, és kihasztom magamból a maximumot, illetve az Ádámék is rengeteget segítettek. Nekem volt a legszebb esti ruhám, a legszebb magyaros ruhám, amit egyébként Ádám felesége intézett nekem, és neki is köszönöm. Hogyan tovább? Hát most lesznek programok majd, igen. Egy jó pár programon részt veszünk. Hát foglalkozunk a modell vonalra, szeretném betologatni a Flórát, abszolút színpadra képes. Még egy kis mozgáskultúrát kell javítani, és
magabiztosságot, stabilitást adni színpadon, és szerintem belőle lehet egy nagyon jó modell, egy maradandó név jöhet az én, hogy mondjam, pályafutásom alatt, azért elég sok szépség királynőnek megmaradt a neve, mai nap is aktívak, hát szeretném, hogyha ő is megmaradna az utókornak. És addig, amíg ezt Ádám szervezi, addig sportolsz és tanulsz. Igen, az egyetemet azt most nyáron befejezem, ha minden jól megy. Igen, és a sportot, hát lassan szerintem abba hagyom, és inkább az oktatással foglalkozok, inkább megtanítok úszni másokat is. Én mondjuk örülök, hogyha sportolom. De sport nélkül minden reggel azzal kellek, hogy megyek sportolni, szóval az így megmarad. Igen, ezt mondta Ádám, hogy Egyiptomban is így volt. Igen, igen, amikor ezzel azt mondták, hogy probléma. Hétre megyünk reggelizni, akkor felkeltem inkább 5-kor. Ez mekkora lelkérés, én sosem értettem, hogy hogy lehet. De nekem az a fura, hogyha nem csinálom, attól érzem rosszul magam. Hogyha... Hát kislánykor óta, 5 éves kor óta minden nap sportol. Szóval. Hát meg is van az eredmény. Így van, látszik. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.